Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét Péter első leveléből olvasom, a második rész 21. versétől a 24-kel bezárólag. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Kedves testvérek, két héttel vagyunk nagypéntek és húsvét után, és ismét egy olyan ige szakasz került elénk, amely Krisztus szenvedéséről szól. Krisztus szenvedett értünk, ezt mondja a mai igénk. Kerüljön hát a szenvedő szolga figyelmünk homlokterébe. A szenvedéssel nem tudunk mit kezdeni. A szenvedésre nincsenek válaszaink. Sőt, ha egészen őszinték vagyunk, kérdésünk is csak egyetlen egy van, a miért. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni, kérdezi a példabeszédek könyve. Miért? Kérdezzük oly sokszor a fájdalmat, a szenvedést, a nehézséget. Miért engedi meg az Isten? Anthony de Mello néhány gondolata talán közelebb visz bennünket a válaszhoz. Gondolj életed néhány fájdalmas eseményére. Ezekből hányért vagy ma hálás, mert ezeknek köszönhetően megváltoztál, nőttél. Itt van az élet egyik egyszerű igazsága, amiről a legtöbb ember mit sem tud. A boldog események örvendetessé teszik az életet, de nem vezetnek önmagunk felfedezéséhez, növekedéshez és szabadsághoz sem. Az a kiváltság olyan dolgoknak, személyeknek és helyzeteknek van fenntartva, amelyek fájdalmasak számunkra. Emellett talán érdemes a nagy utazót, Germanus Gyulát is meghallgatni, aki azt mondja, a fájdalom úgy nemesíti a lelket, mint tűz a vasat. Kiolvasz belőle minden salakot. A fájdalom éppen úgy Isten adománya, mint az öröm. Hálával kell fogadni mind a kettőt. Fájdalom nélkül nem is tudnánk az életnek örülni. Minden öröm, minden nagy és nemes érzés a fájdalom méhében született. A fájdalmat nem csak tűrni kell, hanem hinni isteni rendeltetésében. A szomorúság és a vidámság a világegyetem két pólusa, amelyek árnyalatokban folynak egymásra. A természet maga is fenségesen szomorú, és fenségesen tud örülni szépségében. A kérdésnek, amit feltettünk, ennek a bizonyos miértnek, a Krisztus szenvedésére fókuszálva is helye van. Miért? Miért kellett ennek így történnie? Nem lehetett volna a megváltásunk ügyét másképp, egyszerűbben megoldani? Miért kellett ehhez tövis korona, korbács, gúny, gyalázat? Miért kellett ehhez annyi megaláztatás? Nem lett volna hatásosabb, népszerűbb, elfogadhatóbb az egész megváltás ugye a véres kereszt nélkül? Nos, de igen. Emberi ízlés, gondolkodás szerint kétségtelenül. Miért kellett ennek így lennie? Három szóban szeretnék erre ma válaszolni.
miattam érettem és helyettem. Mindazok, akik konfirmációi vizsgát tettek valamikor, bizonyára találkoztak ezzel a kérdéssel, mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a kereszttitka. A válasz így hangzik, amikor a Szentlélek megvilágosítja előttem, hogy miattam, helyettem és érettem történt a kereszthalál. Miattam. Két gyermekem van, mindketten általános iskolások, és bizony gyakran előfordul, hogy összekapnak valamin, időnként egészen a tetlegességig fajul a dolog. Nincs ebben semmi rendkívüli, ahogyan mondani szokták papfi, gazfi, ami figyelemre méltó, hogy az események koreográfiája legalábbis az elején szinte mindig azonos. Mert hogy a dolog általában úgy kezdődik, hogy a másik visszaütött. Gyermek korától fogva jellemző az emberre, hogy hárítja a felelősséget. Nem én voltam, nem én tehetek róla, milyen sokszor elhagyták, elhagyják hajkunkat ezek a szavak. Érthető ez, hiszen kevés fájdalmasak dolog van, mint szembesülni önmagunkkal. Csak hogy bűnvallás nélkül nincs bűnbocsánat. El tudom-e mondani Pál apostollal együtt, hogy a bűnösök között első vagyok én. Nem voltam valamikor egykor, hanem vagyok. Persze nincs itt vége a mondatnak, hiszen azt is tudnom kell, hogy a bűnösök között első vagyok én, de az Isten könyörült rajtam. Krisztus kereszt halálát szeretjük mi elegánsan eltolni magunktól. És azt mondjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt történt, én akkor még nyilvánvalóan nem éltem, sajnálatos, de semmi közöm ehhez. Hadd kérdezzem meg, hogy ki mernénk-e azt jelenteni, hogy az akkori világ, az akkori ember más, mint a mai. Ki mernénk azt jelenteni, hogy a mai világ, a mai ember jobb. Bizony, nem tehetünk mást, mint megvallani, miattam történt. Krisztus szenvedésének az oka, én magam vagyok. Az én eredendő állapotom, az én vétkeim, az én gondolataim, az én szavaim, az én tetteim, az én mulasztásaim, én magam. Miattam történt. És hogyha eddig arról beszéltünk, hogy Jézus áldozatának és szenvedésének az oka én vagyok, illetve mi magunk vagyunk, akkor most azzal kell folytatnunk, hogy nem csak az oka, hanem a célja is én magam vagyok. Az én életem a tét, az én örök életem. Mindannyian ismerjük az igét, amely az evangélium közepe. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De mondhatjuk ezt másként is. Mondhatom ezt neked így is, úgy szeret az Isten téged, hogy az ő egyszülött fiát adta, érted, hogyha hiszel ő benne, el ne vesszél, hanem örök életed legyen. Igen, neked. És mondhatjuk, szabad mondanunk saját magunkra vonatkozóan is. Úgy szeret az Isten engem, hogy az ő egyszülött fiát adta, értem, hogyha hiszek ő benne, el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Igen, valahol ez a tét. Tisztáztam-e már, hogy mi közöm nekem magamnak a Krisztus szenvedéséhez? Elhiszem-e, hogy mindez személyesen rám is vonatkozik? Hogy mindez értem történt? Mert nincs kollektív bűnbocsánat, és kollektív üdvösség sincsen. Ha el tudom fogadni azt, ha megbizonyosodom afelől, hogy a kereszthalál értem történt, akkor megváltozik
a szenvedéshez és a fájdalomhoz való viszonyulásom is. Mert Oscar Wilde szavaival élve a bizonyosság sohasem fáj, csak az, ami előtte, meg utána van. De lépjünk még tovább, mert Krisztus szenvedése nem csak miattam és értem, hanem helyettem is történt. Többször elhangzott már, szinte szálló igévé lett a rendszerváltás óta eltelt 30 esztendőben, hogy ez egy következmények nélküli ország. Nos, Isten világa, Isten országa nem ilyen. Ott a bűnnek következménye van. Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért történt a kereszthalál. Ezért mondja a felolvasott ige, bűneinket maga vitte fel testében a fára. Helyettünk, helyettem, bizonyára nekem és neked kellett volna ott lennünk a keresztfán. De nem mi voltunk ott, ő volt ott helyettünk. Magára vállalta a büntetés, mert ennyire szeret bennünket. Megtette Jézus helyettünk, és ezzel egyben feladatot is adott nekünk. Tovább olvasva az igét, ez eképpen hangzik, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk. Hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk. Ezt az utat nekünk kell megjárnunk, nekünk magunknak. Ez az út nem megspórolható, ezt senki sem teheti meg helyettünk. És ne legyenek kétségeink afelől, hogy ez az út sok-sok belátással, lemondással, elengedéssel, és olykor fájdalommal és szenvedéssel is jár. Éppen ezért befejezésül nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy az ige kifejezetten példaként állítja elénk azt a módot, ahogyan Jézus a fájdalmat, a szenvedést elhordozza. Jézus nem vitázik. Nincs védőbeszéd, nem kéri ki magának, elvisel minden gúnyt, csúfolódást, szembeköpést. Magára veszi a keresztet, és viszi, ameddig bírja. A megfeszített Jézus nem jajveszékel, hanem imádkozik. Az emberekért könyörög. Végig járja azt az utat, amelyet végig kell járnia. A keserű poharat ki kell innia, bár előtte azért imádkozik, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, elfogadja azt, hogy ez nem lehetséges. És ki tudja mondani végül, legyen meg a te akaratod. A szenvedés történet arra tanít, hogy képesek legyünk mindent elfogadni Isten kezéből. Ha úgy tetszik, a fájdalom az az árcédula, amellyel Isten az élet értékeit beáraszta. Ugyanakkor higgyünk benne, hogy Isten soha nem fog annál jobban terhelni, sújtani bennünket, mint amihez erőnk van. Ha ezt el tudjuk hordozni, akkor a betegségből gyógyulás lesz, a nehéz körülményekből megújulás. De ha az ember egymaga akar kilábalni a bajból, akkor nem fog menni. Végezetül adja az Úristen mindannyiunknak azt a hitet és azt a bizonyosságot, amelyről Tóth Árpádval nagyon szép szavakkal. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tiéd az én harcom, és győztes távolokban néz, könnyen szépült orcád fényű arcom. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te fiad áldozatáért, aki meghalt és feltámadt. Nem véletlenül, nem a körülmények játéka folytán, hanem a te szent terved, amely érettünk elkészítetett. Add, hogy mindannyian fölismerjük azt, hogy nekünk ehhez bizony személyesen közünk van, hiszen miattunk történt, a mi bűneink miatt. Mindazért, amit gondoltunk, szóltunk és tettünk, és amelynek következményeit nem tudnánk elhordozni. És értünk történt mindez. Azért, hogy nekünk örök életünk legyen, egy új élet esélyünk, egy olyan életre, amely sokkal tágasabb, mint amit elgondolni tudunk magunknak, hiszen az örök életről beszél. Addig tudjuk a szívünkkel elfogadni ezt a helyettes áldozatot. És végigjárni mi magunk is azt az utat, amelyet elénk adsz, amely lehet, hogy nem lesz könnyű. Lehet, hogy varga betűk és rögök is vannak rajta, de mégis a miénk. Az egyetlen út, amelyen járhatunk, mert te adod, mert te magad vagy az út, az igazság és az élet. Hálát adunk neked ezért az áldozatért, és hálát adunk azért, hogy ez a mi életünkben áldássá lehet. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most pedig együtt és fennhangon mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek áldó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.